A vízvezetékek cseréjét végzi épp ez a férfi a Munkácsi Mihály általános iskola egyik mosdójában. Az intézményben január óta zajlik a munka. Mint a felvételeken is látszik, a vizes blokkok és az öltözők az intézményben már annyira rossz állapotban voltak, hogy a kivitelezők kénytelenek voltak teljesen szétbontani azokat. 66-ban adták át az épületet, a csatorna rendszer az gyakorlatilag Ethernet csövekkel, úgy ahogy volt, gyakorlatilag összetöredezett, le is szaposodtak. Évek óta jelentős összeget kellett költeni folyamatos csatorna tisztításokra, dugulás elhárításokra, és hát az is egy nagyon fontos szempont, hogy gyakorlatilag csak bizonyos pontjain voltak az iskolában a gyerekek számára elérhetően melegvizes blokkok, tehát többnyire hideg víz folyik a csapból, és ezzel a felújítással megvalósulhat régi álmunk, hogy most már a gyerekek számára is minden vizes blokkban meleg víz is lesz. A vizesblokk felújítása nemrégiben bejelentett fehérvári iskola felújítási program része. 915 millió forintos kormányzati forrásból 15 általános iskolában történnek a Munkácsihoz hasonló fejlesztések a városban. Egy részükben már zajlik a munka, máshol most indul majd a közbeszerzési eljárás a felújításra. De hamarosan felújítások kezdődhetnek el a fehérvári gimnáziumokban is, szintén a Modern Városok program biztosította átcsoportosított forrásokból. Ma a Vasvári Pál Gimnázium tantestületét tájékoztattuk a Vasvári térintő felújítási programról. Erről már Fehérvár polgármestere beszélt híradónknak. Az már korábban kiderült, hogy az iskola végül helyben marad, nem költözik. Az elavult épület azonban felújításra szorul. Ennek részleteiről egyeztettek szerdán a gimnáziumban a tantestülettel. 6 milliárd forint áll rendelkezésre az iskola felújítására és bővítésére. A nyílászárók cseréjével kezdődhet a munka a tavaszi közbeszerzési eljárás lezárultát követően. A bővítéssel kapcsolatban azonban további egyeztetésre van szükség, hiszen jó néhány nyitott kérdés fogalmazódott meg a tantestületben. A tornaterem volt egy közösségi tér létrehozása, akár egyébként valamilyen tornateremmel közösen, illetve ugye tantermek létrehozása, szertár létrehozása is szerepelt a jogos elvárások közepette. Ezeket a tervezők most átgondolják, és így tudjuk majd ezt áprilisi találkozóra visszavinni. Azért is, mert mi felvetettük, hogy ugye az önkormányzat éppen most vásárolja meg a Vasvári Pál gimnáziummal áttelemben lévő területet, amit ideiglenesen az intermodális közösségi közlekedési központ építés alatt parkolónak használunk, de utána az ingatlan ugye önkormányzati tulajdon rendelkezésre áll, akár az iskola bővítéshez is használható. Homlokzati, tető és belső felújítási munkák egyaránt zajlanak majd az épületben az idei ablakcserét követően. Ha sikerül megállapodni a tervekről tavasszal és a felújítási engedélyek is meglesznek, legkorábban 2023-ban indulhat a bővítés és a korszerűsítés a Vasvári Pál gimnáziumban.